Szeptember 15-én a Benedek Gábor Városi Sportcsarnokban játszotta a Tiszafüredi Asztali Tenisz Sportegyesület egyes számú csapata a bajnokság második mérkőzését. A Karcagról érkezett ellenfelet legyőzte a füredi együttes. A hétfő esti mérkőzésre a Tase egyes csapata a karcagi együttest várta. A vendégek kicsit késtek, majd amikor megérkeztek, vidáman mondták a jelenlévőknek, hogy mi már le is tusoltunk, mehetünk haza. Ugyanis ezekben a hetekben nem szokatlan zivatart kaptak a nyakukba, s amíg a kocsitól beértek a csarnokba, csúromvizesek lettek. A gyors átöltözés után köszöntötték egymást a csapatok, majd megkezdődött a mérkőzés. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a Karcag DS-e a megyei bajnokság legjobb csapatai között van, a Tase riválisa, ezért izgalmas mérkőzést vártak a szurkolók. A Fürediek a Molnár Lengyel és a Rente Sarkadi párossal kezdtek, mindkét párosunk megszerezte az egy pontot. Az egyesekben ismét Molnár Imre volt a legjobb, mind a négy mérkőzését megnyerte. Sarkadi Nagy József és Lengyel Lehel 3-3 pontot szerzett. Rente László két mérkőzést játszott, ebből egy pontot hozott a csapatnak. Helyét Szatmári László vette át, aki ezúttal nem volt eredményes. Összesítésben a Tase 13-5 arányban győzte le a karcagi ellenfelet. Jól jött ez a magabiztos győzelem, így a bajnokság elején, s reméljük, hogy a megváltozott összetételű Tase 1 a továbbiakban is ilyen szép eredményeket ér majd el.